Köszöntök mindenkit a mai napi Battlefield Hardline bétáját bemutató újabb túravezetésünkön. Az előző adásban a Blood Money nevű játékmódot ismerhettétek meg, és a mostani adásban bizony a Heist lesz a delikvens, hisz ez az a másik játékmód, ami benne van a bétában. És hát úgy túravezetés a túravezetés, hogyha bemutatom nektek, mármint a bétánál, a teljes játéknál biztos nem fogom. És ez lesz az egyik lehető legrövidebb túravezetésem, ugyanis itt annyi dolgunk van, mi vagyunk a rossz fiúk, mint látható szépen felrobbantották nekünk itt a pénzszállító autót, tehát ide jövünk a pénzszállító autóhoz, lerobbantjuk majd az ajtaját, éve nyomnunk kell az E-t, és addig életben maradni, amíg körbeér a csík. Ez nem lesz olyan nehéz, mert a rendőröknek nagyjából esélyük nincs az alatt az idő alatt ideérni, ha csak nem lépik át a fénysebességet és ugranak át teren és időn. De hát ez nem következett be, általában ezen a ponton szoktak így felrajzani, de most úgy néz ki, hogy pont rossz helyen kempelek, mert környéken már nincsenek. A kedves kollégáim addig tartják azt a B nevezetű páncélautót, kettő darab páncélautót kell megsemmisíteni, vagyis hát kiszedni belőle a lóvét, az egyik az A, a másik a B. A B az itt van fönt a híd tetején, az A pedig a híd aljába. Hát... itt próbált a kosolni mellettem, egy úriember megvan, itt van egy csipa is, ez is megvan. Ja, és az egyik kellemes kis meglepetése a játéknak, hogy bizony az emberek képesek saját magukat feltámasztani. Igen, van ilyen izé is, hogy környékükön nincs egy meddig se, de maguktól felélednek, ez valami második esély, vagy mit tudom én mi akar lenni. A lényeg az, hogy hát sikerült újfent végeznem az illető úriemberrel, viszont ez már kicsit sok volt nekem. Amit látható, újból leszpanoltam, a kedves kollégáim miután sikerült lerobbantani a páncélautóknak a ajtaját, így megnyílik, és kivehető belőle a pénzes zsák, és már menekülésbe is fogtak a pénzes motyókkal, és hát el kell juttatni őket A és B pontra, ne kérdezzétek, miért kell őket eljuttatni, a lényeg az, hogy el kell juttatni, azt hittem, hogy csak simán jön egy helikopter, felugrosszál, elszállsz a picsába, azt már te nyertél, mit tudom, kimész egy hatókörből, akkor már a rendőrség elveszített szem elől, de nem. El kell menned A, illetve B pontra. Hát a B az úgy néz ki, hogy hamarosan meg lesz, én autóba huppanok, és hát kicsit így kraftozok, mert szeretek. Nem tudom, egy jó autót vezetni, tetszik, meg nincsenek riválisaim, meg ilyenek. Szóval ott egy emberke megpróbál elütni, hát nem jött össze. Nem baj, hát akkor golyó általi halált hal. Már is visszahuppanok az autókába. Az egyik pénzes zsákot elvesztettük, ezt onnan tudjuk, hogy szürk. Elkezd beszürkülni, és megjelenik körülötte egy ilyen csík, ami elkezd betelni. Ez azt jelenti, hogy a zsáknak a vonzás körzetébe tekintve, hogy a rendőrök nem tudják felvenni a pénzes zsákot, ennyire analfabéták, hogy nézd ma ott egy pénzes zsák, mit csináljak vele? Hát itt kempelek, jó. Szóval, na, hát ez egy érdekes része a játéknak. Mindenesetre, hát most bejöttünk ide a sűrűjébe, ott a pénzes zsák, és a kedves, jó, drága bankrabló kollégát nem tudom, miért nem vették föl. Hát, lehet most már tudom, már, hát most hamar véget értem, megpróbáltam menekülni járművel, amúgy ez a leghatásosabb módja annak, hogy elvigyük a pénzt A pontból B-be, hogy egyből járműbe huppanni, azt menni, mint a vakott egér. Vakott egér? Na mindegy. És egy kedves kollégám csavád, vagy nem tudom, hát ilyen kellemes szavakkal illeti a játékosokat. Megint itt a pénzes zsák, ugye megint megpróbálom felvenni, de hát most megelőztek, nem baj, legalább a kollégát feltápász. Tudtam, hát itt elkezdett menekülni motorral. Hát kb. Eddig jutott, jó van. Pedig én megpróbáltam megmenteni az életét. Látjátok milyen vagyok, próbáltam segíteni őt, de hát túl késő volt. Nem baj, amúgy is rossz irányba ment. Mert hogy arra van az A, és nekem oda kell vinnem a pénzt, oda megyek, mint az állat. Nagyon egyszerű, mert még nem lőttek le. Itt át tudok venni pont, aztán élt egy még egy pénzes autót. Kiraboljuk a kocsit, hogy utána betegyük egy másik pénzes autóba. Na mindegy. Hölgyeim és uraim, ez lett volna a Battlefield Hardline Heist módjának bemutatója. Remélem tetszett ez a kis információhalmaz, amit a röpke 4,5 perc alatt képes voltam megmutatni nektek. Amúgy ez még nem is volt egy nagyon gyors kör, mert a rekord az valami 2 perc körül van, vagy 2,5 perc, úgyhogy ez egy nagyon gyors játékmód lesz. Találkozunk a következő epizódban, sziasztok!